először is sok szeretettel köszöntök minden kedves kis palántát, mindenki gyerkőcöt. Nagyon örülünk, hogy egy második alkalommal már itt tudtok lenni, illetve ugye egy újabb csoport itt tud lenni az öltözőbe, és be tudjuk nektek mutatni az első csapatnak a szentélyét, illetve az első csapatnak, hogy hogy telik egy napja, hogy telik egy edzése. Ez az előző alkalommal mondhatom, hogy nagyon jól sikerült rendezvény volt, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk mind a játékosok részéről, mind pedig a gyerkőcök részéről. Nagyon fontos számunkra az, hogy a kapcsolat az sokkal szorosabb legyen az első csapat és az utánpótlás között. Hál' Istennek úgy néz ki, hogy ez jól működik, és nagyon szép dolgokat tudunk együtt közösen csinálni, kialakítani. Ez a program is, ez a mentor program ugye egy újítás a klub részéről, és mindenképpen elősegíti azt, hogy maga a kapcsolat a sokkal közvetlenebb és sokkal barátságosabb legyen. Nagyon remélem azt, hogy nagyon pozitív élményekkel tudtok gazdagodni ezen a délutánon, és egy olyan élménnyel fogtok gazdagodni, ami egész pályafutásotokra egy olyan sikert, illetve egy olyan pozitív dolgot jelent majd, amely elkísér végig titeket, és egy plusz erőt adhat a folytatásra, egy plusz erőt adhat arra, hogy még sikeresebbek legyetek. Nagyon köszönjük a felnőtt csapat részéről ezt az együttműködést, illetve azt, hogy lehetőséget adtok a gyerekeinknek arra, hogy ide jöjjenek és betekintsenek a felnőtt csapat mindennapjaiba. Ilyenre példa Magyarországon talán nincs is, ezt külön kiemelném, és ez nagyon nagy élmény számunkra is. Akárhol megfordulok, mindenütt az utánpótlásnak és az akadémiának az a véleménye, hogy nagyon messze vannak a felnőtt csapattól mindenhol. Ez nálunk, én nagyon büszke vagyok, amikor ezt én el tudom mondani, hogy nálunk ez nem így van, és remélem, hogy ebből azért szépen tudunk majd építkezni a jövőben. Tamás, mi a jelszó? Hajrá, Lilák! Hajrá, Lilák!